Ne fogjon senki könnyelműn a húrok vengetéséhez. Nagy munkát vállal az magára, ki most kezébe lantot vesz. Ha nem tudsz mást, mint eldalolni saját fájdalmad és örömed, nincs rád szüksége a világnak. És azért a szent fát félreted. Két nevezetes, hát az egyik nekem nevezetes, a másik egyébként is nevezetes évforduló volt mostanában, vagy van mostanában. 2012. december 25-én indítottam el az emberiség.hu-nak a saját YouTube csatornáját, és ugye eredetileg már korábban elkezdtem, mert maga a weboldal az már korábban létezett. 2010-ben jött létre maga az emberiség.hu weboldal, és először amiket csináltam, videókat, azokat egy csatornám volt, akkor még egy YouTube csatornám, ami most már a fotós csatornám, az 2007-ben született meg, és akkor még oda rakosgattam föl őket, a videókat, és ugye akkor még elsősorban arról szólt a csatorna, hogy különböző eseményeket örökítettem meg, különböző érdekes emberekkel beszélgetéseket vettem föl, főleg a Magyarok Szövetségével kapcsolatban, de hát a legelején elég sokat foglalkoztam a devizahitelesek problémáival is, és talán 2010-ben ez volt az első olyan videó, amikor egy ilyen jogvédővel, vagy nem is tudom milyen emberkével csináltam egy beszélgetést, még Pesten a Bemrakparton laktunk a hajvérletben. Aztán hát a legelső videóim ugye a Magyarok Szövetségének, a kőbányai szervezetének, a budapesti szervezetének az eseményeit rögzítette, kemenceépítés, kenyérsütés, különböző előadások, ugye Géczi Gábortól elkezdve, Balogh Bélán keresztül nagyon sok embernek a dolgát megörökítettem, illetve arról szólt a történet, hogy azoknak a szervezeteknek, akik így próbálnak valamit tenni az országért, a nemzetért, a világért, egy más szemlélettel, azoknak próbáltam segíteni. Na mindegy. Hát a emberiség.hu csatornája akkor, tehát most volt ugye 10 éves. Ez egy nevezetes évforduló nekem. Meg hát azóta ugye 26 ezeren követik a csatornát, tehát azért az nem kevés. Ma január 2-a van egyébként. Lehet, hogy január 1-én kellett volna ezt a videót megcsinálnom. És hogyan kapcsolódik ide az a versidézet, amivel ezt a videót kezdtem? Petőfi Sándor a 19. század költői című versének első szakaszát mondta. Nagyon érdekes, ezt még gimibe tanultam meg, és azóta is bennem maradt, azóta sem felejtettem el. Folytatni így most már fejből nem tudnám a verset, de majd mindenképpen el fogom szerintem mondani itt a vers szekcióba. Ugye ez az üzenet, ez annak idején azért lehetett fontos, mert 200 évvel ezelőtt, ugye pont tegnap volt 200 éve, hogy Petőfi Sándor született, ezért is kezdtem részben ezzel az idézettel ezt a videót. Tehát 200 évvel ezelőtt még nem volt tévé, rádió, internet, hogyha valaki, ma úgy neveznék, hogy közszereplő, tehát Petőfi Sándor, mint költő, mint szerző, mint forradalmár, ugye ma illene rá ez a kifejezés, hogy közszereplő. Tehát ha valaki annak idején közszereplőként akart érvényesülni és a mondandójával eljutni az emberekhez, akkor hát vagy újságban írt cikkeket,
akkor már voltak ugye nyomtatott, létezett már nyomtatott sajtó szerintem 1848-ban, vagy pedig költőként verseket írt, és azokat próbálta eljuttatni a nagy közönséghez. Na, ugye a versek szerepét a dalszövegek vették át, azok olyanok, amilyenek, legalábbis a többségük, mert nagyon értékes dalszövegek is vannak. Illetve a televízió, rádió, internet korában a másokhoz való szólás lehetősége az erőteljesen kibővült. Jó, hát nyilvánvaló, televízióban, rádióban még mindig kevesebben jutnak be most is, mert ugye ott a szerkesztők, meg a tulajdonosok, meg a mit tudom én ki, megválogatják, hogy ki szólalhat meg élő adásban. De az internet és a YouTube segítségének köszönhetően gyakorlatilag ma már bárki megteheti azt, hogy felépít egy csatornát, lásd az én példámat, és így próbál az emberekhez eljutni. Petőfi üzenete, hogy ne fogjon senki könnyelműn a húrok pengetéséhez, tehát ne fogjon senki bele tömegtájékoztatásba az emberekhez való üzenet közvetítésbe úgy, hogy az öncélunk, tehát ha nem tudsz más, mint eldalolni saját fájdalmat, örömed, nincs rá szüksége a világnak, és azért a szent fát félreted. Ezt nagyon sokan megfogadhatnák, ezt a tanácsot Petőfitől, akár a tévében, rádióban, különböző helyeken. Ugye nagyon sok olyan ember van ma, akiket nyomon követnek a YouTube-on, akik gyakorlatilag nem sok mindent tettek le az asztalra, pusztán híresek lettek mondjuk egy valóságshowba vagy bármi, és akkor az embereknek így mondják a véleményüket. Én még híres sem lettem valóságshowban, és én is mondom a véleményemet. Aztán, hogy ez mennyire jó, mennyire nem, én szeretném hinni, hogy a közéleti dolgokkal való foglalatoskodásom, véleménynyilvánításom, műsor készítésem az valamilyen szinten hasznos a társadalom részére, vagy a nézők részére, vagy egyes emberek részére. Ugye sokat gondolkodom azon, hogy kik azok, akik szeretik az én műsoraimat, nyilván azok főleg, akik egyetértenek velem. És kérdés, hogy azok, akik egyetértenek velem, azok számára tudok-e igazán újat mondani, vagy igazából csak azt mondják, hogy igen, ezt én is így gondolom, és a többi, és a többi. Úgyhogy azok meg, akik nem értenek velem egyet, azok meg úgysem fognak követni. Rájuk nem biztos, hogy hatással vagyok. Mégis van egyfajta közlési kényszer, vagy nem is tudom, minek nevezzem ezt a dolgot. Mindjárt a hajamat is megnyírjuk egyet. Tehát valami miatt úgy érzem, hogy foglalkoznom kell ezekkel a problémákkal, el kell mondanom a véleményemet, meg kell osszam másokkal. És így 10 év munka után is, egy új év kezdetén, 2023. január 2-át írunk. Most sem gondolom másképp, és remélhetőleg a következő 10 évben is lesznek olyan videóim, vagy ebben az évben is lesznek olyan videóim, amik érdekesek nektek, számotokra. Ugye nem egy rendhagyó, pezsgővel kocintós, boldog újéves videót készítettem most, hanem egyszerűen jött egy ötlet, hogy miközben megborotválkozom a tükörbe beszélve, illetve a kamerába beszélve, megcsinálom ezt a videót. Tehát 2023, nem tudom milyen év lesz, ugye vannak mindenféle előrejelzések erre vonatkozólag, hogy így rossz lesz, úgy rossz lesz. Az fontos, hogy gyakorlatilag minden fejben dől el, tehát
ki mit gondol a saját helyzetéről, életéről, még akkor is, hogyha mondjuk a számok, vagy mit tudom, mik nem ezt mutatják, akkor is az ember belső döntése, hogy most elégedette vagy sem. Tehát bízom benne, hogy ebben az évben is, ahogy a korábbi években ti is átvészelitek a nehézségeket, követitek a csatornámat, hát ha tudok tényleg olyat mondani nektek, ami érdekes számotokra. Úgyhogy legyünk derülátóak, optimisták. Van rosszabb is, mert ugye, hogyha csak megnézzük mondjuk az ukrán nemzetet, és ketté kell választani mondjuk az ukrán politikai vezetést, vagy az Ukrajna hátterében működő erőket, akik belehajszolják ebbe a háborúba az ukránokat is. Tehát, hogy nekik azért sokkal rosszabb, sőt, hát a világban számtalan olyan országot, vagy olyan régiót, vagy olyan helyet lehetne mondani, ahol sokkal rosszabb a helyzet, mint Magyarországon, vagy akár itt Székelyföldön. Ezen is gondolkodtam régen, hogyha a 8 milliárd, csinálnánk egy 8 milliárd főből álló listát, akár boldogság, akár jólét szempontjából pontozva és osztályozva az embereket, akkor ezen a 8 milliárdos listán a magyar 10 milliós lakosságú ország, de ide vehetjük ezt a 18 millió románt is, aki itt van, vagy egész Európát, hogy ők azért elég előkelő helyen lennénk, valamennyiben ezt tekintve. Tehát minden relatív, tehát a jólét, a boldogság, a keserűség, a szenvedés, az is viszonyítás kérdése, hogy mihez képest élünk rosszul, mihez képest rossz nekünk mondjuk bármi a helyzetünk. Úgyhogy tényleg viszonyítás kérdése, én bízom benne, hogy nektek is, nekünk is megfelelő hozzáállással megtéve mindent azért, hogy az ember boldoguljon, ez sikeres lesz ez az év. Úgyhogy tulajdonképpen két dolgot kell, hogy kívánjak, így nem akarom tovább húzni ezt az újévi köszöntőt. Két dolgot kell, hogy kívánjak valamennyi ötöknek. Egyrészt, hogy optimistán, derűsen és cselekvőkészen álljatok neki ennek az évnek, és megfelelő tudatossággal is. Tehát a mindennapi életetekre vonatkozóan, a társadalmi élettel kapcsolatosan ne fogadjatok el, ne mindent, amit hallotok tévéből, rádióból, innen-onnan, hanem legyen egy saját szűrőrendszeretek, amin keresztül engeditek, még az én információimat is. És hogyha ezt megteszik minél többen az országban, meg a világban, és egyre tudatosabbá válik a társadalom, bár hogy a társadalomban csak százalékban lehet mérni a tudatosságot, mindig az egyéneken, tehát inkább úgy fogalmazok, hogy minél több tudatos egyén alkotja a társadalmat, annál inkább derülátóbban tekinthetünk a jövőben, akár ezen az új évben, vagy a következő új éveken is, új években is. Hát tulajdonképpen ennyit szerettem volna mondani nektek. Innen a fürdőszobai tükör elől a borotvám, már nincs a kezemben borotvahab. Tehát ezzel együtt véve békés, boldog, szeretetteljes, tudatos, optimista, derülátó, eredményekben gazdag. Azt hiszem mindent elsoroltam, tehát ilyen új évet kívánok nektek. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!